Májusban kezelték le először ezeket a sorokat Liszt harmat ellen. A Chardonnay jól reagált az eddig itt még nem használt gombaölőszerre. Ez a fehér fajta és a rajnai Riesling hajlamos leginkább a szürke rothadásra. Az idei évben a szőlő gyakorlatilag minden betegsége terítékre került. A Liszt harmat is akár a szezon elejétől fogva folyamatosan jelen volt az ültetvényekben, a peronospora szintén. Lehetett is látni itt a bemutató területen, hogy a legnagyobb odafigyelés mellett is azért akkora fertőzési nyomás, hogy a levelek, a friss leveleken ott van a fertőzés, és hát bizony a botritis, a szürkepenész is komoly problémákat kezd okozni, és az is elég korán indult a fürtökben, tehát ezért ettől is nehéz az idei év a növényvédelem szempontjából. Ez pedig rezisztens cabernet. Kok Csaba a borotai birtok egyik legellenállóbb fajtáját mutatja. Ezek a fürtök a sok csapadék ellenére sem betegedtek meg. A borász a lombszerkezet alakításában újfajta módszert fejlesztett ki. A boldog tőke titkát a Corvinus Egyetem munkatársaival közösen tesztelik a birtokon. Azt a hatást is ki tudjuk véletőleg majd mutatni, hogy az a szőlőtőke, amelyik nagyobb lombozattal jobban tudott fotoszintetizálni, az valószínűleg ön évek alatt is erősebb lesz, tehát mondjuk 5 év múlva az a növény, amit folyamatosan csonkáztunk és korlátoztuk a fotoszintézisét, illetve az a növénynek majd a termés mennyisége és minősége egy picit tovább fog csökkenni. Mi magunk is nagyon komoly mechanikai sérüléseket tudunk okozni, akár géppel, akár kézzel. Az érdeklődők a technológiákkal és a különböző szerekkel kapcsolatban gyakorlati tanácsot is kérhettek a szakértőktől. Az Európai Unióban folyamatos az ellenőrzés, hogy hosszú távon a növényeknek és a környezetnek is megfelelőek-e a hatóanyagok. Borzasztóan széles az a skála, ahonnan válogathatnak a termelők, és nagyon sokféle probléma is létezik. A különböző talaj-növény kondicionálás a való stresszoldásról, illetve a tápanyagutánpótlás szegmensében. Összességében a 2000 forintos sima lombkezeléstől a Premium Plus kategóriás talaj- és növény kondicionálásig mindenki bátran választhat. A borvidéken a termelők most már a szüretre készülnek, így a védekezéshez már vegyszereket nem használnak.